tisztelettel köszöntünk mindenkit a Vízvilágnapján. Hogy egy kis irodalmat is belekeverjünk, Petőfi soraival kezdeném. Ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. És azt gondolom, hogy az eredeti versnek a mondani valójához képest itt a Vízvilágnapján mindenképpen ki kell emelni azt, hogy ez az egész emberiségre vonatkoztatható. A víz a földi élet alapja, és mégis ma valahogy úgy állunk hozzá a vízhez, hogy olyan természetes, hogy van. Nem foglalkozunk vele, hogy mi lenne, ha nem lenne. Ha már vízről beszélünk, akkor pedig Füstös Gábor fog nekünk előadást tartani, mint vízgazdálkodási szakember, azért a Víz az Úr címmel. Akkor tarthatom? Tarthatom. Köszönöm szépen. Ugye az előadásnak mindjárt itt az első dián kínál, hogy legyen egy poénja, ami annyira nem látszik, ha laptopon meg lehet nézni. Itt a háttérben van egy öreg ha, egy öreg tölgy, ami a Drávának a medrébe egy shoulderpadon küzd a vízzel. Tehát itt van egy apró ügyes ellentét a rendszer, hogy azért a Víz az Úr, bár ez az öreg tölgy küzd bele, de hát a fénykép az 2008-ban készült. Tehát feltehetően Csórikán már nincs ott, és azt így átvette az uralmat fölötte. Próbálok egy kicsit olyan szempontból beszélni a vízről, és egy olyan rendszert adni hozzá, ami nem biztos, hogy egyedi megközelítés, de ugyanakkor inkább mindenkiben csak tudat alatt van meg. Olyan korban élünk, ahol teljesen természetes, hogy kinyitjuk a vízcsapot, lehúzzuk a WC-t, az életünket átszövi a víz mindenféle rendszerbe. Éppen ezért eszünkbe se jut róla, hogy mennyire kardinális a földi élethez, és eszünkbe se jut róla, hogy a Földön hány olyan terület van, ahol vízhiány alakult ki, illetve hogy nekünk is hogyan kéne gazdálkodni, meg hogyan kéne gondolkozni erről a vízről, mert azért mi sem vagyunk messze egy vízhiánytól, ez ki fog derülni az előadásban. A víz számtalan módon jelenik meg magyar mondásokba, közmondásokba. Gyakorlatilag szinte nincs az életnek olyan területe, vagy a helyzetnek olyan területe, ahol ne tudnánk a vízzel példálozni. Bármelyiket nézzük ezek közül, minden rendszerre ott van egy vízzel kapcsolatos, vagy vizet tartalmazó mondás. De hogy mi is a víz? Ugye, hogyha biológiailag megnézzük, akkor pofon egyszerű a válasz, létfeltétel. A vízben született az élet, és mind a mai napig az élet egy része a vízben él, tehát nekik élettér vagy élő hely. Akár az embernek, akár vándorló állatoknak út, országút a víz. A szólásokról, közmondásokról beszéltünk, hogy hány helyen példa, és nem szabad elfelejteni, hogy erőforrás. És ez egy nagyon fontos kérdés, és nem csak úgy erőforrás a víz, hogy mint megújuló energia, hanem úgy is erőforrás, hogy a vízre alapozott rendszerek, legyen az például a vízre alapozott turizmus, ez nagyon széles rétegeknek, nagyon széles embercsoportoknak adhat megérhetést. Ha kicsit patetikusan akarunk fogalmazni, hogy aki olvasott Asimovot és a Gaia elméletet ismeri, az azonnal átlátja ennek az utolsó sornak a lényegét, a víz a föld és az élet lelke. Március 22. Vízvilágnapja. Néhány adat, amit általában tudunk, de mégis úgy elsiklunk felette nagyon sokszor. A föld felettének 71%-át borítja víz, ebből 97% a tengervíz, 3% az édesvíz. Az édesvíznek 78%-a sarki égtakarója van. Na most, hogyha innen visszaszámolunk, akkor adódik, hogy az elvileg hozzáférhető vízkészletünk, amiről beszélünk, amiből gazdálkodunk, ez a teljes földi vízkészletnek a 0,66%-a, tehát egy valami hihetetlenül alacsony szám. De ahol víz van, ott élet is van, ez egy híres hidrobiológiai mondás, ezt azt gondolom, hogy nem kell magyarázni. Mindezekről, amik ezen a dián föl lettek vetítve, mindezeknek az elejéről már beszéltünk, vízben alakult ki az élet, élettér mind a mai napig nagyon sok szempontból, és nem csak úgy élettér, ahogy arról beszélünk, hogy ott van a Tisza egy élő rendszer, kin kell hagyni egy vödörvizet. 3-4 nap múlva a algák, szúnyoglárvák, tehát mindenféle szinten élettér a víz, és ugye nélkülözhetetlen az élethez. Ezt mutatja például az, hogy az emberi testnek több mint a fele víz. Hihetetlen számít, hogy nem folyunk szét bizonyos fokig. És hát ami egy nagyon érdekes dolog, hogy főleg ugye én poplalni elég sokáig tudnék.
Víz nélkül az ember mindössze 3-4 napig bírja, tehát a kiszáradás egy hihetetlenül veszélyes történet. És itt van még egy adat, amivel érdemes szembesülni. Az átlagember itt Európában, Közép-Európában napi 100 liter vizet használ. És ráadásul ennek a víznek a jelentős része, 99% a városi ember esetében 100% a tisztított víz. Tehát az ökológiai lábnyomunkat hihetetlen módon emeli a vízfelhasználás. Tehát egy nagyon jelentős tétel benne. Olyan szinten természetes része az életünknek, ahogy azt a bevezetőben mondtam, már föl se tűnik. És pontosan ez a baj, hogy föl kéne, hogy tűnjön. Magyarország vízrajzát tekintsük át világgyorsan. Összes állóvíznek az együttes területe 93 ezer hektár. Ugye ez az ország területen az 1%-a, és ezek csak a tavak, víztározók, koltágak, bányatavak. Hidrobiológiai szempontból itt bele lehetne menni abba, hogyha részletesen is sokáig akarnánk beszélni, hogy ezek a vizek a tóvize tagozódik parti övre, nyílt vízövre, mélységi övre, ezek hidrobiológiai szempontból különböző élettereket jelentenek, különböző ökológiai rendszereknek adnak otthont. Lehetne beszélni a vízáramlás rendszerről, és még Magyarországon is a víznek a hőmérséklet rétegződéséről. Ez például a cián mérgezés esetében itt a Tiszán is egy nagyon fontos kérdés volt a túlélő állományok miatt. Folyóvizeink. Összes folyóvízünknek a medelterülete kb. 46 ezer hektár. Itt nagyon fontos a körülbelül, ez középvízre van mérve, hogy a folyóvizeknek változik a vízszintje, amikor a folyóvízen áramlásuk végül, akkor kilép a folyó a nagyvízi mederbe. Ez a terület akkor meg kétszereződhet, háromszereződhet akár. Másik nagyon érdekes adat, úgynevezett alvízi ország vagyunk. A vizeink 95%-a kívülről érkezik. Ez azért egy nagyon érdekes dolog, mert ez mutat valamit. Ez azt mutatja, hogy az érkező vizek minőségére nincs önmagunkban ráhatásunk. Itt nagyon fontos, hogy az ország nemzetközileg ne elszigetelt legyen, hanem a környező országokkal, ahonnan a vízbázisunkat kapjuk, meg legyenek a megfelelő együttműködések, a más nem riasztó rendszerek, és időbe tudjuk azt, hogy valami történik. Mindössze 2 folyónk van, ami mondjuk azt, hogy Hungarikum vagy, ami igazán magyar. Igazából csak egy. Az Alát azt kicsit jó indulattal tettem csak bele. A Zala ugyan eredésétől gyakorlatilag a balatoni torkolatáig teljesen magyar területen folyik, viszont a vízgyűjtő területe, ahonnan oldalvizeket kap, a vízgyűjtő területének egy minimális része átlóg Ausztriába. Ellenyésző ez a rész nem számolt elő, az Agyva viszont teljesen magyar. Az Agyvának a teljes vízgyűjtő területe Magyarországon helyezkedik el. Folyóvizekről beszélve egy érdekes dolgot érdemes kiemelni. A folyóvizekről beszélünk, mindenki természetes vízfolyásokról beszél, folyóvizek között is van mesterséges vízfolyás, ezek a csatornák. A vizek is szintekre oszthatók biológiailag, ezeket szintájaknak hívjuk a folyóvizek esetében, ezek különböző szakaszjellegeket jelentenek, különböző tulajdonságokkal. Itt ugye teljesen más egy hegyi patak és más egy torkolati, egy brakkvízi zóna például. Még mindig folyóvizek, vízgyűjtő, vízválasztó, vízjáték, vízhozam, árvíz, olyan fogalmak, amikről nap mint nap beszélünk, de a pontos definícióját nagyon ritkán tudjuk pontosan elmondani, hogy ezek mit is jelentenek. Mi a különbség például az ártér, hunántér mentett oldalba. Felkészült emberek, tudományos fokozatokkal rendelkező emberek keverik például az árterület és a hullámtér fogalmát, ami nem nagyon keverhető. Ugye hivatalosan minden, amit a domborzat hagy, ahova a folyó ki tud terülni, ez gyakorlatilag ártér. Tudomásul kell vennünk, hogy a teljes magyar alföldnek mintegy 90%-a ártér. Ezt ugye az emberi tevékenység a gátakkal megosztotta hullámtérre, ez van a gáton belül, és a mentett oldalra. A mentett oldal ugyanúgy ártér, csak éppen pillanatnyilag a gát menti. Megint másik érdekes dolog, hogy hány partja van a folyónak, ugye mindig 2, és nagyon fontos tudni, ebből mindig csak egy jobb part és egy bal part van, mert nem attól függ, hogy én merre állok éppen, hanem attól függ, hogy a folyó merre folyik. Tehát teljesen mindegy, hogy én hogy állok és hova, Buda mindig a jobb parton, Pest pedig mindig a bal parton fog elhelyezkedni. A magyar vízrajznak, és azt mondom, hogy az országnak, víz szempontjából a problémái gyakorlatilag a folyószabályozások korával kezdődtek.
Azzal együtt, hogy a mezőgazdasági termelés szükségszerűvé tette, és nem szabad vitatni a folyószabályozásoknak a jelentőségét, tudomásul kell venni, hogy bár az akkori technikai felkészültséghez képest rendkívül magas színvonalú munka született, mindezzel együtt látni kell, hogy ma már belátható az, hogy nagyon szűkre szabták a folyóknak a hullámtereit. Ez nagyon sok szempontból legyen az akár az ősi magyar ártéri gazdálkodás, hogy nagyon sokan foggazdálkodásként ismerik, legyen akár ez a gazdálkodási mód, akár a halgazdálkodás, nagyon-nagyon sok problémát hozott magával. A Tiszáról egy adat, 1419 km volt a Tiszának a hossza, ez 962 km-re csökkent a szabályozás után. A Balaton esete, kövezett partokat csináltak, ez megakadályozza az öntisztulást. Ha most nagyon nyűgösen akarnék fogalmazni, vagy provokatívan, akkor azt kéne mondanom, hogy a Balaton nem több, mint egy úszómedence. Kicsit nagyobb, mint a szokásos, de akkor is csak egy úszómedence. Vízforgató rendszert kéne ráépíteni, hogy működjön. Mert az önszabályozása, az öntisztuló folyamatai gyakorlatilag teljesen le lettek amortizálva a kikövezett partokkal. És érdekes azt mindig gondolni, hogy az egész magyar szabályozásnak ennek milyen érdekei voltak. Az árvízbiztonság, azt hiszem, hogy ezt nem kell magyarázni, ez mindenkinek egyértelmű. A hajózás az egy nagyon furcsa érdek, mert még egyik oldalról ki lehet mondani, hogy egy olcsó és jó lehetőségekkel rendelkező szállítási rendszer. Tudomásul kell venni, hogy mai fölgyorsult életünk mellett a hajón való szállítás már fölvett problémákat, és ettől a pillanattól kezdve már nem olyan egyértelmű ennek a kérdésköre. A mezőgazdaságban megint nem szabadna vitatkozni, ugyanakkor a rendszerváltás óta mégis történtek Magyarországon olyan változások, ami a mezőgazdaságnak az öntözéses gazdálkodását gyakorlatilag lenullázta az esetek nagy részében, tehát innentől hiába fektetett annak idején az ország milliókat vagy milliárdokat komplex öntözőrendszerekbe. Ha csak azt mondom, hogy a Tiszató építésének az egyik indoka a nagykunysági és a jársági gravitációs öntözővíz kivétel volt. Ez az indok mára megszűnt. Nincs öntözés ezeknek a számottevő öntözés ezeknek a csatornáknak a partjain. Az egyetlen, ami maradt, a turizmus. Ez megmaradt, ez teljes messzélességgel megmaradt, a vízre alapozott turizmus az, ahol Magyarországnak olyan lehetőségei vannak, hogy meg lehet talán, kimerem mondani azt, hogy Európában egyetlen más országnak sincsenek. És hogy hogyan is állunk ezzel az egész rendszerrel. Ki kell mondani azt, hogy a vízrajzi szabályozás, Magyarország vízgazdálkodása, ez fölvet nagyon sok problémát. Egy. Kizárólag emberi érdekek szerint szabályoztunk és szabályozunk mind a mai napig. Tehát a vízgazdálkodás nem ismeri azt, hogy a víz ökológiai érdekeit figyelembe veszi, csak humán érdekszféra alapján és humán érdekek alapján hajlandó szabályozni. Ez hosszú távon az ökológiai rendszerre nézve katasztrófa gyanús helyzeteket képes előidézni. A jelenlegi magyar vízgazdálkodási stratégia vízügy, gyors vízátteresztésen alapul. Jön egy áradás, minél gyorsabban át kell küldeni. Ugyanakkor megjelentek már olyan jellegű törekvések, ami egy vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodási stratégiát hozna magával, aminek sokkal-sokkal nagyobb előnyei lennének, és sokkal fontosabb lenne és hasznosabb lenne az ország egészének, viszont nagyon sok mindent elsősorban az úgymond a nagy öregek fejébe kéne rendet rakni, a nagy öreg szaktudósok fejébe, akik másra szocializálódtak annak idején, és innentől ezt a vízvisszatartásra alapozott vízgazdálkodási stratégiát nem nagyon akarják megérteni. Ma már szó került erről a kérdésről, hogy hogyan is állunk a domestikációval. Ugye a domestikációt hivatalosan mindenki tanul az iskolába, házi állatok domestikáció révén kerültek ide. Ha nagyon pontosan akarok fogalmazni, akkor ez bizonyos állatok megszelídítésére utal. Hogy kerül ide a vízhez ez a szó, hogy domestikáció? Hinni kell menni és hinni lehet menni, és megint visszautalok egy kicsit a Gaia elméletre, hogy az ökológiai rendszerekben, ha az ember egyszer beleavatkozott, ezt a beleavatkozást nyugodtan hívhatjuk domestikációnak, mint hogy saját érdekei alapján avatkozott bele. Ha viszont elfogadjuk azt, hogy ezeket a rendszereket,
ha elfogadjuk azt, hogy ezeket a rendszereket domestikáltuk, akkor viszont érvényes rájuk a domestikációnak az a fő szabálya, hogy minél magasabb fokán áll egy rendszer, vagy egy állatfaj a domestikációnak, a visszavadítása, a magára hagyása annál kisebb esélyű, annál biztosabb, hogy összeroppan az élő szervezet, vagy az élő szervezeti egység, az ökológiai rendszer. Magyarországon nagyon sok esetben akár természetvédelmi szinten is egy ilyen rendszer zajlik, hogy hirtelen természetvédelmi érdekre hivatkozva magára hagyunk rendszereket, és látni kell, hogy ezek a változások károsak. Látjuk, csak nem látjuk be. Ha a térségből kell példát mondanom, Gómalászi sziget. Amikor én ide lekerültem, az egy füves lét volt, egy legerő volt, ami még vittek ki állatokat is kompal, illetve még a gépeket kivitték, és még a füvet lekaszálták, bebálázták, hogy behozzák róla. Utána ezzel a gazdálkodással fölhagytak, ma egy gyakorlatilag összefüggő olyan gyalogakác dzsungel, ami semmilyen szinten nem jó, semmint élőhely, mert ugye a diverzitása rendkívül alacsony, egy bozótosnak, az főleg, hogyha egy uralkodó fajból áll, nagyon könnyen belátható, hogy a diverzitása sokkal kisebb, mint egy ilyen rétnek, főleg egy ilyen hullámtéri rétnek. Ugyanakkor ilyen gyalogakác, mint invazív faj más szempontból is figyelmet érdemel, de erre most ne térjünk ki. Tehát itt a fő probléma az, hogy ezek domestikált területek, akár a kikövezett partú Balaton, akár a szűk hullámterek közé szorított Tisza, akár egy ilyen ártéri rét, ezekkel foglalkozni kell. Ebből nem szabad úgy kivonulni, hogy magára hagyjuk, mert káros változások, a természet egészére nézve káros változások lesznek. És ezek a káros visszaváltozások, ezek nem visszafordíthatók, vagy nagyon nehezen visszafordíthatók. Eljut ahhoz a határhoz, ahonnan már nem visszafordítható a változás, és ennek pedig visszahatása lesz az emberekre, visszahatása lesz az egész emberiségre. Milyen vizes kérdéskörök vannak, amikkel érdemes és kell foglalkozni? Ugye a vízgazdálkodást említettük, de hát ott van a vizes élőhelyekkel kapcsolatos környezetgazdálkodás, az árvízvédelem, a mezőgazdaság, halgazdálkodás, turizmus, vízi közlekedés, mind-mind külön szakterület, amihez a megfelelően felkészült szakemberek kellenek, hogy lehessen és érdemes legyen foglalkozni velük. Vízgazdálkodás. Hülye a szó. Nem gazdálkodunk a vízzel. Van. Aztán elfolyik. Tehát akkor legyen a szónak, adjunk értelmet, és legyen a vízzel, gazdálkodjunk vele. Legyen vízgazdálkodás valóban. Ugyanis miért mondom azt, hogy nem gazdálkodunk vele? A hiányban mit csinálunk? Panaszkodunk. Jézus Mária, jön állam, és fizessen, mert a száj van. A többlet van. Nem tudjuk kezelni a belvizet. Megszűntek a belvízelvezető csatornák, az egyiket beszántották, a másikat csak nem kezelték. Megint csak panaszkodunk, és várjuk a jótékony államot, hogy jöjjön segíteni. Nem, ezekkel valahol gazdálkodni kéne, mert a normál helyzetben, amikor mindezekre föl lehetne készülni, amikor egy vízvisszatartásos vízgazdálkodási stratégiával vizet lehetne tárolni a későbbi asszályos helyzetekre, akkor annyira természetes a víz jelenléte, hogy a bevezetőben mondtam, ülünk és használjuk. Tehát innentől mondom én azt, hogy nincs gazdálkodás, és hogy mennyire kéne a gazdálkodás, az megint egy másik kérdés. Környezetgazdálkodás. Nem véletlenek a kérdőjelek. Takarékoskodunk a vízzel? Igazából nem. Tiszteljük a vizet? Föl se fogjuk azt a hatalmas hátteret, amit a víz biztosít. Annyira természetes. Egy tudatos rendszer szemlélettel nyúlunk hozzá, akár a vízi életterek, vizes élőhelyek, és mindegy, hogy melyik fajcsoportot mondom ki, vagy melyik állattörzset, vagy melyik növénycsoportot. Nem tudatos a rendszer használat. Ökológiai szemlélet van a vízzel kapcsolatban? Igazából az sincs. Tehát itt azonnal a környezetgazdálkodási oldalon föl lehet sorolni, és lehetne erről egy külön 20-25-30 perces előadást tartani, hogy hány ponton vagyunk problémásak a vízzel kapcsolatosan. Árvízvédelem. Nagyon érdekes történet. Nem szabad vele vitatkozni, az emberi értékeket meg kell védeni. De nem mindegy, hogy hogyan, és nem mindegy, hogy milyen hozzáértés mellett. Egy érdekes példát elmondok erre. Annak idején 2001-ben az akkori tiszai árvíznél Tarpán volt egy gátszakadás. A tarpai gátszakadásnak a műegyetemen végzett modellkísérletek alapján az egyértelmű oka az a tivadari szűkületnek az emberi beépítése. Végig kell gondolni, ugye a folyadék összenyomhatatlan, ezt nem kell külön mondani. Ha van neki egy tere, azon a téren megy. Ha ebbe a térbe én terektárgyakat teszek,
és itt teljesen mindegy, hogy beleépítettem egy házat, vagy pénzhiányra hivatkozva megszüntettem a hullámtéri erdőgazdálkodást, és az a fa, ami tegnap ennyi volt, az ma ekkora, ezt mind ki lehet köbölni, hogy ez mekkora teret vesz el az átfolyási keresztszelvényből. Ebben a pillanatban a víz egyféleképpen fog reagálni, magasabb vízszinten. És én döbbenten és bosszankodva hallgatom a politikai magyarázatokat, hogy mert kiirtották a fákat a Kárpátokba, persze, ott is történtek dolgok, ezt se szabad elfelejteni. De alapvetően az ártereink bozótosak, a fák, amiket kezelnünk kellett volna ma ekkorák, az ártéri rétek megszűntek, nem véletlen a folyamatos vízszintemelkedés. És bocsánat, ezt nem lehet gátkoronaemelkedéssel vagy emelgetéssel megoldani. Nagyon egyszerűnek tűnik, hát magasabb a vízszint, emeljünk gát, építsünk mobilgát. Tök jó, nem inkább gazdálkodni kéne? A válasz igen, csak nem azok adják, akiknek ezt adni kéne, ezt a választ. Mezőgazdasági szempontból a víznek az egyik legfontosabb része az öntözés lenne. Magyarországon erre megvoltak a lehetőségek. Nagyon jól fölépített öntözőrendszereink voltak. Az egész valahol elveszett. Nincs öntözés, a foggazdálkodás csak egy álom, amit tudományos kutatások szintén bebedobunk, és amit abszolút fejletlen módon a középkori ember Magyarországon gyönyörűen megvalósította, ma nem jutunk el odáig, hogy azt lehessen mondani, hogy legalább ilyen egy hektáros mintaterületeken mutassuk be a zonációját. Hogy néz ki egy foggazdálkodási rendszer? És hát ott van a nagyon nagy vízigényű halastavi haltermelés, amiben nem mennék bele most részletesen nem. Ja? Jó, hallgatják. Jó, oké. Jó, léphetsz a következőre, mert ezekről beszéltünk, mert a hallgazdálkodásra van még egy. Tehát az ökológiai szemléletű hallgazdálkodás az, amit érdemes kivontani. Ez az a kérdés, ami segíteni azt, hogy hogyan is kéne gazdálkodást folytatni, és ennyi túlzásra azt mondom, hogy ezt úgy kicsit rá lehet vetíteni mindenre, amit én ezen a példán hozok. Látni kell és tudni kell, hogy egy vízterületnek van ökológiája, vannak ökológiai igényei és érdekei. Egy ökológiai szemléletű gazdálkodás az mindig ezeket helyezi előtérbe. Nem tesz bele olyan fajokat, olyan árománysűrűségeket, amiknek a bent lévő tápanyag kevés, vagy a bent lévő tápanyag nem megfelelő. És, minthogy egy domestikált területről van szó, bizonyos fajokat, amik pedig ezeket a tápanyagokat nagyon-nagyon fogyasztják, ezt például kiveszik. Ilyen a Balatonbabusa probléma. Egy túlzottan tiszta vízben nagyon kicsi a produkció, nagyon kevés a plankton, és ezen egy hihetetlenül nagy bázisú fogyasztó van. És ezt a planktont kéne fogyasztani az őshonos halak ivadékainak. Magyarul, ha van is ívás, nagyon kevés van, mert ugye most ütnek vissza a kikövezett partok, de ha mégis van ívás, akkor az ivadék nem fog tudni fölnőni, mert valaki megeszi előle a kaját. Ez nagyon könnyen belátható. Egy ökológiai rendszerű gazdálkodás mindezt figyelembe veszi, és úgy építi fel az egész rendszert, hogy működjön. Figyelembe veszi az élőhelynek a jellemzőit, a vízminőséget, a jelleget, a trofitást, az eltartó képességet, és ami nagyon fontos, a populációk kölcsönhatásait. Ma Magyarországon tudományos kutatások komplexen nincsenek. Egy-egy kiragadott példát kutatnak, ez ugye az amerikai modell, amikor egy jó amerikai tudós az mindent tud a szöcske jobb hátsó lábáról. Fogalma nincs róla, hogy a szöcske hol él. Mert neki ez a szakterülete. És megyünk ebbe az irányba, és kutatunk fajokat, kutatunk bizonyos helyzeteket, kutatunk eseményeket, és egy olyan komplex kutatás, ami egy észszerű fenntartható hasznosítási igény szerint működik. Tehát figyelembe veszi az emberi igényeket, de hangsúlyozom, nem elsősorban emberi igények szerint van megszerkesztve, és komplexen kutat egy teljes élőhelyet. Ilyen kutatás vízes élőhelyek vonatkozásában sajnos nincsen. Ahol a legnagyobbak lehetnénk, ahol legnagyobbaknak kéne lennünk, akármelyik oldalról nézem meg a vizet, legyen az felszín alatti víz, gyógy és termál vízkészlet. Ennyi túlzásra azt mondom, hogy Magyarország egyetlen hatalmas termál lencsén úszik. Nincs még egy ország, ami ilyen jellegű vízkincsben legyen, ez ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, tehát felszín alatti vízkészletben ilyen gazdag lenne. Felszíni vizeink turizmus szempontjából, horgászturizmus, víziturizmus, lehet ragozni.
a wellnesshez kapcsolódó turisztikai rendszerek, mint ma divatos turisztikai ár. Hogy akár otthon az ökoturizmus, a vizes környezetben lévő ökoturizmus, turisztikai nagyhatalmak lehetnénk. Tessék végig gondolni, hogy Ausztriának miért van. Hegyei vannak. Ez egy tétel. Erre az egy tételre fölállított egy olyan gazdasági rendszer, ami gazdasági rendszerből az az ország gazdag. A mi vizeink a sokrétűségük miatt többet élnek, mint az ő hegyeik. Csak föl kéne állítanunk rá egy olyan turisztikai rendszer, ami ezt megfelelően okszerűen használja, természeti erőforrásként használja, tehát a megújulása is odafigyel, nem csak kihasználja. És az egész történet működhetne. Vízi közlekedésről nem beszéltünk, gyakorlatilag a vízi szállítást azért érdemes megjegyezni, hogyha ökológiai lábnyom szempontjából nézzük, ugye egy megjegyzést már mondtam rá, hogy azt mondtam, hogy lassú a gyorsuló világhoz képest. A lassúsággal együtt viszont nagyon fontos az, hogy a környezeti terhelése alacsony. Tehát nagyon nagy tömegű, a fajlagos energiaigénye kicsi. Tehát nagyon nagy tömegű árut lehet vele kis terheléssel szállítani, és hát a mellékterméke. Mi lehet a mellékterméke a vízi szállításnak? Víztározók. Megint visszajöttünk a turizmushoz, a horgászathoz, tehát ahhoz, hogy megfelelően tudjanak menni a hajók, ehhez duzzasztások kellenek. A duzzasztások mögött mindig kialakulnak, vagy GDP-ek kellenek, így mondom, mindig kialakulnak mögötte kisebb duzzasztott a felvízi oldalon, kisebb duzzasztott vízterek. Itt vízisport van, horgászat van, ökoturizmus van, élettér van, mert lelassul a folyó, egy másféle, egy mozaikosan másféle élettér alakul ki. Tehát nagyon fontosan, nagyon jól lehetne hasznosítani, és nagyon fontos kérdések a pótolagos hasznosításban ezek a melléktermékek. Vízi közlekedésről azért érdemes még beszélni, mert a fiatalabbak meg fogják érni. Nem fogja Magyarország megúszni a folyók belépcsőzését. A márka majd eurómilliárdokból létrehozott Duna-Rajna-Majna vízi országutat Magyarország miatt nem lehet használni. A magyarországi Duna szakaszon vannak neuralgikus pontok, amik duzzasztás nélkül nem teszik lehetővé a 12 hónapon keresztüli közlekedés, csak megfelelő vízjárás esetén tudnak állni. Egy nyári aszályos helyzetben megállnak a hajók és várják a magasabb vizet, hogy mehessenek. Nem fogják hagyni, tehát meg fogjuk csinálni. A Tiszán ugyanígy meg kell csinálni, ott nem elsősorban a vízi közlekedés miatt, ott más okai vannak, de a Tiszán is Csongrád, ott biztos, hogy nem, de szerintem Vásáros Tamént se fognak megúszni. Ezeket körülbelül 50 év alatt a Dunára minimum kettőt, tehát a nagymarosi részen, Budapest fölött egyet az esztergomi sziklapár, vagy Visegrád esztergomi sziklapárkány miatt, ott van egy nagyon nagy probléma. Illetve látni kell azt, hogy délebbi vonalon Dunaújvárosnál a kőolajvezeték, amit valaha belefektettek a Dunamedrébe. A Dunamedernek a kimélyülése miatt ez most így a vízbe lóg. Életveszélyes, hogyha annak neki megy egy hajó. Lejjebb Bölcskénél a régészek nem engedik. Bölcskénél a Dunamederben van víz alatt egy római kori erőd. Paksi atomerőmű. Sajátos a szempont, amit mondok. Olyan a hűtővíz igénye a várható bővítésnek, hogy az duzzasztás nélkül nem megoldható. Tehát ha nem csinálnak oda duzzasztóművet és azzal nem fixálnak egy vízszintet, egyszerűen a Duna nem fogja tudni biztosítani Paks vízigényét. Úgy, hogy tartós hőmérséklet változás ne szenvedjen el a Paks alatti szakasz. Tehát eljutottunk odáig, hogy a Dunára is minimum kettő. A csongrádi vízlépcsőnek pedig az általános országos érdeke az egyértelműen az, hogy ha nincs csongrádi vízlépcső, akkor nincs Dunatisza csatorna. Ha nincs Dunatisza csatorna, akkor a homokhátság, a kiskunsági homokhátság, ahol már most is a talajvíz ott van, hogy egy nagyon erőteljes elsivatagosodás indult be. Ez az elsivatagosodás gyorsulni fog. Kell a Dunatisza csatorna, és kellenek belőle az öntözőfürtök. Az viszont nincs meg a csongrádi vízlépcső nélkül, mert akkorák a szintkülönbségek, hogy ott emelni kell, hogy ne legyen horribilis a köztes zsilipeknek a szükségessége. És végül két dolgot még mondanék. Az egyik Sebestyén Olga leghíresebb magyar hidrobiológus volt. Olga néninek volt a nagyon híres mondása, amiben hihetetlenül sok minden benne. Ha belegondolunk ebbe, akkor egy teljes évezredes szukcessziós folyamat van itt leírva egy mondatba. Minden tóhelyén előbb-utóbb erdő lesz. És az utolsó egy indián közmondás, remélem, hogy nem Dakota, mert nem szégyellném magam, hogy Dakota közmondásokat mondani. Tehát
Igen. Ezt mindenkinek tudomásul kell venni. A pénz nem első. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha bárkinek bármi kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönjük a nagy érdekes előadást.